hogy csinálok ilyen húsmentes napokat magunknak. Pirított tészta, zöldségekkel, meg ilyenek. Ilyeneket kell hallgatnom, miközben nem vehetem fel az asszony, ahogy zabál. Közben elmondom, hogy ma egy csomó mutációt le kéne adnom, és abból kettő olyan, aminek valami úton módon eltűnt vagy megsérült a Project fájja. Ennek következtében úgy tűnik, hogy nem csak a mutációt, hanem az egészet előről kell kezdenem. Ez azt jelenti, hogy... Szóval, hogy ma nem adom le, mégse. Szavasz, kutyus! Gyűlölök kétszer dolgozni. Nagyon. De legalább, hogy ma Anna is home office-ban van, így nem tudok úgy dolgozni, mint szoktam. Hogy így össze-vissza, félig a díványon, félig a székemben, bömböltetem a zenét, bömböltetem a tévét. Most olyan munkahely feeling van. Látszik, úgyis vagyok öltözve. Nem mondjad? De miért én mondjam? De ez a te vlogod. Jaj. Arról van szó, hogy láttuk az ebben az internetben, hogy volt egy lány, aki azt mondta, hogy az egész social media egy nagy fake. Bemutatnám, hogy miért nincs igaza. Azért nincs, mert hogyha jót akarsz, akkor be kell világítanod magad királyul. Ki kell sminkelned magad jól, és mindenféle dísz, bizbaszokkal kell ellátni a kéró. Szóval arról van szó, hogy mindig mindenki meg szeretne győződve lenni arról, hogy a social media az fake, ugyanolyan fake, mint a tévé. És egyébként valamilyen szinten igazuk is van, hiszen bárki, aki leül a kamera elé, az torzításmentesen nem tudja előadni saját magát. Mindenki megjátsza magát, mindenki egy kicsit több, mindenki egy kicsit fényesebb, csillogóbb, szebb, gazdagabb, a k***ba anyádat! Kivéve, akinek macskája van. Szóval volt ez a videó Essen a Unillel, egy ausztrál, hát ilyen Instagram guruval. Tehát, hogy ő annyira beállította minden képét, hogy 4-5 óráig pózolt egy-egy kép érdekében, illetve olyan fizetős felkéréseket is elfogadott, amikben amúgy nem hitt. A social médiára az kerül ki, meg azt fogadod el, ami a te értékrendednek megfelel. Erre egy tök jó példa, hogy a Krisztián állandóan nyomja nektek a bombás kontentet. Fönn vagytok az Instagramon. Senki nem fizet neki érte, bár tök jó lenne, a szponzorálnák. És ugyanez vonatkozik tök sok márkára. És ez rajtam áll, hogy mit fogadok el, és mit mondok másnak. És hogy az én követőimet, tök mindegy, hogy mennyi van a saját social felületekről is lehet itt beszélni, mennyire vágod át. De nem is az a legfontosabb. Te PR-es vagy. Én meg... média személyiség. Hát jó, hát online média, de hát ez is média végül is. Ezt úgy hívják, hogy self-PR. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, hogyha később kitáld róla, hogy az rossz volt, és megkövezed magad, és leköpködöd magad, és az emberek elé állsz megtisztulva, mint fehér Gandalf, hogy innentől kezdve én mutatom az igazi nagy igazságot, na onnantól kezdve, és ezt el is hiszik neked, és a státuszodban maradsz egy pici visszalépéssel csak, és újra tud magad pozícionálni, abban a percben vagy mindenható, hiszen aki egyszer már pálfordult, onnantól kezdve annak mindent elhisznek. És én ezért félek ettől a lánytól, mert innentől kezdve, hogy jaj, szerencsétlen úristen, most bevallotta a bűneit, innentől kezdve ki tudja, hogy ki mit fog neki fizetni azért, hogy torzítsa a valóságot. Hát aki fizette ki neki azt, hogy ezt végigcsinálja? Nem volt önbizalma, nagyon szomorú volt, és ő ezt megpróbálta Instagramon keresztül felépíteni, szerintem... Videóban. Na jó. Akarok csinálni videót, ahol megmutatom, hogy eddig, amióta elkezdtem újra ezt a napi Kriszvelezős témát, milyen eredményeket értem el, amiket ők nem látnak. Statisztikában, feliratkozókban, megkeresésekben, ja, bászban. Ezt a bombás bászt azt tökre kielemezném, hogy ez miért egyébként marketing szempontból ez miért egy zseniális, hihetetlen dolog. Ja igen, mondjuk ezt például itt elmondhatjuk, hogy amúgy egyébként az, ami marketing... Ezt most neked mondtam. Tudom. Ami marketing szempontból pozitív, az szociális szempontból nem feltétlenül ugyanaz. Hogyha valaki szeretne magából brandet csinálni, mint ahogy mit tudom én, a Szente Krisztián, meg a Kriszvel, meg ilyen brandek léteznek már, vagy én próbálkozom a főzéses dolgokkal,
akkor is szem előtt kell tartani, hogy ez egy őszinte műfaj. Itt nem az van, hogy kiállok a színpadra, aztán ma lejátszom a Lady Macbethet, holnap pedig, mit tudom én, valaki teljesen mást fogok játszani, hanem itt a saját személyiségedet én nem is mondom, hogy tuningolt formában, hanem nem az egész napodat adott le egy-egy részben, vagy nem egy teljes főzést mutatsz meg egy részben, hanem egy varázsszó, vágott. Igen. Ha az életemből nem csak 3-4 perceket látnátok, pontosan ugyanaz unalmas lenne, mint azok az emberek, akik azt gondolják, hogy unalmas az életük. Mert oké, bár sok embernek nincs meg az a tulajdonság, hogy kívülről láthassa saját magát, ezért kell kívülről nézniük másokat, de sokkal-sokkal szórakoztatóbb az, hogyha csak a jó, csak a rossz, vagy a megdramatizált pillanatokat és összeszerkesztett pillanatokat látja az ember. Hisz úgy van üzenete. Egyébként az emberi létnek, az emberi 24 órának úgy minden részlete kiterjedően nincs nagyon nagy üzenete. Miért probléma az, hogy valamiből a jobb részt mutatott? Tehát én már alapból ez a Jézusom, ne legyenek vékony lányok a plakátokon, de legyenek azért, mert az embernek tudnia kell, hogy tud fejlődni, hogy igenis kell az a motiváció, hogy másnak valamije jobb az életben, valamit jobban csinálni. És ebben nagyon sokat segít az, hogyha... Videóban. Igen, folytasd. Atya úr is. Ez olyan, mint a képre festett kép. Na, nézd. És igenis, motiváló tud lenni, hogyha egy ember azt látja, hogy neked ilyen vagy olyan életed van. Ez tényleg nem tud 100% valóság lenni, mint amit nagyon sokan hiányolnak a tévéből, meg nagyon sok szerkesztett netes tartalomból. Egyszerűen, hogyha akarod sem, tehát hogyha én beraknék ide egy 360 fokos kamerát és folyamatosan láthatnátok, akkor sem lenne ugyanaz az élmény kívülről nézve, mint belülről nézve. Tehát egyszerűen nem tudom továbbadni az életemet, de nem is ez a fontos. Általában mi azt adjuk vissza, meg a vloggerek, meg mindenki, aki ilyen exhibicionista, üldözendő dolgot csinál, mint mi, amiben mi hiszünk. És mi hál' Istennek nem azok a fajta emberek vagyunk, akik abban hisznek, amit mások szerződés módján az óruk alá tesznek, hanem őszintén meg tudjuk mutatni, hogy mi a jó kamera, mi a jó beállítás, mi a jó kaja, mi az értelmes időtöltés, szerintünk. Persze ez nem azt jelenti, hogy nektek is ez fog passzolni, nem azt jelenti, hogy ez egy elvárt dolog, nem azt jelenti, hogy ezt le kell majmolni. Ez azt jelenti, hogy ez egy út a körülbelül 6 milliárdból. Te se éled meg a saját életedet teljes realitásként. Mi? Buddhista vagyok, én ezt értem. Hogy nem éled meg a saját életedet realitásként, mert mondjuk azt érzed, hogy minden, amit látsz, az a saját tudatod kivetülése. Nem. Rosszul fogalmaztam, a nap minden pontját nem feltétlen látod te reálisan, nem tudod visszaidézni emiatt teljes életed minden pontját, ugyanúgy nem tudod reálisan visszaidézni, mint ahogy mondjuk egy vlogban nem tudsz teljes képet mutatni magadról. De az, amiről te beszélsz, az emlékezet, a megélés, az meg a pillanat megélése. Hát ez persze, megéled a szemfelejtet. De a pillanatokat sem, tehát hogyha azt veszed, hogy kifelé mit mutatsz magadból, egy teljesen őszinte vlogban vissza kéne adni, tehát... Ugye, hogy beállítod? Nem örülsz annyira egy ruhának, mint amennyire az unboxingnál mutatod? Nem értem! El akartam mondani, és egyébként ez tényleg így van, legalábbis, hogyha erre gondoltál, hogy az élményt, nem, a világot megélni résztvevőként sokkal másabb, mint csatornaként. A csatornát, azt itt most a kezem, meg a kamera, meg az a csatorna, amin van nyilván a film, ezt jelenti. Tehát én, amikor kamerán keresztül élek meg valamit, mondjuk, hogy megyek le a mozgó lépcsőn, az nekem sokkal nagyobb élmény, mert látom, hogy szimmetrikus, látom, hogy ebből milyen belső gegeket tudok csinálni, már hallom alatta a zenét, tudom, hogy hol fogom elvágni, és is sokkal komplexebb élményt biztosít, mint hogyha bámulnék és folyó nyállal mennék le a mozgó lépcsőn, mert akkor maga az a mozgó lépcső nekem nem jelentene semmit. Viszont így jelent valamit, így egy későbbi produktumot, egy alkotási folyamatot jelent. Tehát én ezért vagyok ilyen kamerafüggő, vagy vlogfüggő, vagy nem tudom, mert teljesen más szemmel látom én a világot azáltal, hogy tovább kell adnom másoknak. Big City Life. Vegyünk neked is egy ilyen kamerát? Szeretnéd máshogy látni a világot? Nem, köszönöm. Én kell menjek edzeni. Jó, faszomat, akkor holnap találkozunk, szevasz!